Sziasztok, Rikári vloggal jelentkezem. Itt támasztom a villát a Kemencei kisvasúton, és úgy döntöttem, hogy nem vásárolok kondibérletet, hanem eljöttem inkább ide a kisvasútra önkénteskedni. Úgyhogy akkor álljunk is neki a munkának. Itt ágazatrendezés és vágányszabályozás folyik. Jó kemény munka, egyébként mindenkinek ajánlom, elkél itt a dolgos kék a kisvasúton, és nem kell kondibérletet vásárolni. Ki lehet tőle combosodni. Ezen a felvételen 1909-es diósgyőri sínt láthattok, és egyébként ez már harmadszorra van beépítve, ugyanis ez a pálya 3 éve volt felújítva, viszont ezek a sínek a Cegléd-Handházi vonalból valók. Aztán amikor azt felszedték a 80-as években, a Királyréti kisvasútba építették be, és mivel itt a Kemencei és a Királyréti átépítése egyszerre zajlott, ezért az onnan kibontott 23-as sínek ide kerültek, és oda pedig újak lettek beépítve. Láthatjátok a folyamatot, az előbb láttátok a mérést, emelőkkel beszintezzük a vágány, és géppel alá kell tömöríteni a követ. Na, és akkor a mostani munka az az ágyazatrendezés. Ugye itt egy kicsit a követ el kell egyengetni, és most ugye be van állva a derekam, úgyhogy akármilyen munkát nem tudok végezni, hajolni nem tudok, de ehhez pont nem nagyon kell. Csak így beáll az ember, így rendezgeti. Hát lehet, hogy nem vagyok túl szakszerű, mert hogy nem ez a szakmám, de azért igyekszem ügyesen megcsinálni. Holnap meg itt a hiányzó részeket kipótoljuk kővel. Hát ez a mai penzum. Így meg is nyomkodom, mert elég gaza. De hát majd géppel be lesz ezt tömörítve rendesen. Na. A 3 évvel ezelőtti felújításból itt maradt egy kis síndarab. Úgyhogy aki eljön segíteni, azok között kisorsolom ezt a síndarabot, és haza lehet vinni a vitrínbe dísznek. Kész szépen lecsiszolva, krómozva, vagy valamivel lekezelve, lefestve, tök jól mutatna. És hogy lássátok, hogy miről szól az ágyazatrendezés, a fiúk még ott dolgoznak a távolban. Ugye csinálják a szabályozást, ugye itt lett aláverve, ott ugye kőhiány van, itt meg egy kicsit le van folyva, és ahol meg el van rendezve az ágyazat, ott meg úgy néz ki, mint a terepasztalon. Nézzétek meg, jobb oldalon megvan a patka, szép szabályos az ágyazat, hát ahol meg hiány van, kőhiány, azt holnap ki fogjuk pótolni. Jövünk föl, kővonattal, ha minden jól megy. Rikár jó dolgozott, úgyhogy megveregeti a saját vállát, a másikat is. És akkor most lesz egy kis vonat is. Hát vonat nem, csak vasút, vagy tolatási mozgásokat fogunk itt végezni. Ugye holnapra kell a kő a pályára. És hát össze kell állítani a szerelvényt, meg kell rakni kővel, és holnap reggel föl kell vinni. Thank you.
Már a rakodás estére maradt. Thank you.
újabb napra ébredtünk. Itt tegnap már elő lett készítve a szerelvény, amit most viszünk föl. És most rájár a gép, és megyünk fölkövezni. És itt van a vonatunk. És már indul is a szerelvény. Akkor fölpakoltuk a szerszámokat, már indulunk is föl. Még a személyvonatok előtt itt le kell anyagolni.
lassan érkezünk a munkaterületre. Ezzel a kővel fogjuk kipótolni, amit az előző napi munkák megettek. Befejeztük a munkát, üresek a csillék, úgyhogy megyünk be vissza a telephelyre, jól elfáradtunk, de itt még nincs vége a videónak, mert végig fogunk utazni a vonalon, és majd vonatból meg fogjuk nézni, hogy mit csináltunk.
akkor a videó végén a megérdemelt jutalom, hogy itt a vonattal végig utazhatunk azon a pályaszakaszon, aminek a karbantartásával foglalkoztunk. Itt, ha jobban megnézitek, látható az új kövezés. Ott az áteresz, az volt a pihenőhelyünk. És hát itt ugye vágányszabályozás, ágyazatpótlás, ágyazatrendezés, ilyen munkák voltak. Több mint 300 méter elkészült, hát én mind a 300 méterben nem vettem részt. 4 napot töltöttem itt, de kellemes 4 nap volt, jól át tudtam mozgatni magamat, még egy kicsit túlzottan is, de ez nem baj. Úgyhogy akkor ezzel innen a vonatról búcsúzom. Én nagyon köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Tartsatok velem legközelebb is, és ha van kedvetek, gyertek ti is önkénteskedni a kemencei kisvasútra, elkél a dolgos kéz. Én Rikári voltam a Börzsönyből, Kemencéről, a Csarna völgyéből. Sziasztok! Csüssz!